Több mint 10%-kal nőtt az egyfőre jutó vásárlóerő Magyarországon, ezzel 30. helyen állunk a 42 európai országokból álló listán. Éves alapon 6%-kal bővült tovább a kiskereskedelem forgalma, emellett a vendéglátás, a belföldi turizmus és egyéb szolgáltatások területén is jelentős gyarapodás mutatkozik. A piaci várakozásoknak megfelelően bővült a gazdasági növekedés a harmadik negyedévben. A legújabb statisztikai kimutatás szerint a növekmény 3,6%-os volt éves összevetésben. Ez még mindig a legmagasabb ráta az unión belül is. A GDP-t most az építőipari teljesítmény motorizálja, de más ágazatok is felfelé íveltek az elmúlt hónapokban. Az uniós források jelentősen hozzájárulnak ehhez a növekedési ütemhez. A belső fogyasztás tovább növekedett, éves alapon 6%-kal bővült a kiskereskedelem forgalma. 2014 elejéhez viszonyítva az idei féléves mérleg 20,7%-kal volt magasabb. Az elemzők szerint a belső fogyasztás az év végéig elérheti, vagy akár átlépheti a 10.000 milliárd forintos álomhatárt. Az idei reálbérnövekedés 10% feletti, ami hozzájárul a belső fogyasztás és a vásárlóerő növekedéséhez, utóbbinál átlagosan 10%-ot mérnek. Az országban Budapesten a legmagasabb az egyfőre jutó átlagos vásárlóerő, 7649 euró. A legszegényebb régió továbbra is a román és az ukrán határ mellett fekvő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol évi 4803 eurós vásárlóerő jut egyfőre. A témát folytatjuk a stúdióban, Gerhes Miklós a vendégem, közgazdász. Jó estét kívánok! No, hát milyen gazdasági folyamatok állnak e mögött? Most, ha csak az utolsó adatot nézzük, azt, hogy mennyivel javult, mennyivel változott az egyének vásárló ereje? Hát itt a bejátszásban elhangzott az a szó, hogy a GDP több mint 3%-kal növekedett. És ez az unióban a legjobb, a legmagasabb növekedésnek látszik, és ezt az évvégi hajnál nem hiszem, hogy meg fogja zavarni. A GDP ugye az összetevőit tekintve a fogyasztásból és a beruházásból áll. Plusz hozzájön az exportnak és az importnak a különbsége. Tehát ha a GDP növekszik, akkor a fogyasztás és a beruházás az jelentősen növekszik, és a fogyasztás és a GDP növekedés az nagyon szoros korrelációban van egymással, és amikor a GDP növekszik, akkor egy nagyobb árualap kerül a piacra, és vele szembe kerül a fogyasztás, illetve a vásárlás. Tehát előállítja a gazdaság a termékeit, piacra dobja, és ott van a vásárlóerő, majd eldől, hogy mennyit tudnak vásárolni, hogyan tudnak vásárolni, és ez a vásárlóerő döntően a jövedelmektől függ. Ami szintén összefüggésben van a GDP növekedéssel. Akkor még egy nagyon picit a GDP-nél maradjunk a tekintetben, hogy az is elhangzott ebben a bejátszásban, hogy vannak ágazatok, amelyek motorizálják, húzzák fölfelé a GDP-t. Ön mit lát most így a gazdaságon belül? Milyen szektorokat emelnek ki, amelyek tényleg az elmúlt 2-3 évben jobban teljesítenek? Hát ez folyamatosan megfigyelhető, hogy a gépipar az alapvetően vezető ágazat, de az elektronika úgy szintén, a gyógyszergyártás, tehát ezek nagyon komoly tényezők. A GDP közel 40%-át adja a gépipar. Tehát ezek a hagyományosan húzó ágazatok. Persze ez döntően függ attól, hogy a külföldi autógyárak azok milyen beruházásokat hajtanak végre, mennyire fejlesztenek. De azt látjuk, hogy az Audi, az Opel és a többiek nagyon komolyan veszik a magyar termelést, nagyon komolyan veszik a magyar munkaerőt, és újabb beruházásokat hoznak ide. Tehát én ezt a három fő területet látom, amely húzó ágazat a GDP-nek. Az, hogy javult az építőipar pozíciója, az számottevő? És persze most az építőipar. Ugye a különböző rendeletek, amelyek kedvező helyzetbe hozzák a lakásépítőket, ez természetesen a GDP termelésben betöltött szerepe szerint az építőipar duplájára emelte a termelését.
Tehát nagyon komoly tényező az építőipar. Az építőipari termékek, a téglagyártás és a többi, azok nagyon nagy növekedést hajtottak végre. És persze a lakossági beruházások, az építési beruházások. Azt már felmondattal említettük, hogy a vásárló erő növekedéséhez szükséges volt az, hogy itthon egy bérnövekedés tapasztalhatóvá váljon. Azért fogalmazok így, mert hogy az elmúlt évben tették meg azt a lépést, ami jelentős volt, ugye a minimálbérnek és a garantált bérminimumnak a megemelése, ami tovább folytatódhat a következő év elején. Ezek a béremelések. Tudjuk azt, hogy vannak területi különbségek, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ilyen mértékben növekedett itthon a vásárlóerő? Mindenképpen. Mindenképpen. Tehát amikor a vásárlóerőről beszélünk, tehát elhangzott itt az egy lakosra jutó 6200 euró, akkor ennek alapvető hajtó ereje a jövedelem. Tehát a személyi jövedelem adó után, amit leadózik a lakosság, leadóznak, ez a jövedelem jelenik meg vásárlóerőként. Tehát a béremelések azok mindenképpen komoly szerepet játszanak. Bár a vásárlóerőnél nagyon sok korrekciót hajtanak végre. Tehát szerepele benne a nyugdíj, a különböző segélyek, és így tovább. Sőt, amikor a vásárlóerőről beszélnek, akkor bizonyos statisztikai számítások úgy fogalmazzák a szürke gazdaság, vagy a fekete gazdaságot is valamilyen módon kalkulálják, hiszen azok is költenek, és azok is szerepet játszanak a vásárlóerő növekedésében. Tehát Magyarország ezzel a 6200 euróval bizony az európai rangsor utolsó harmadában van. Csak egy összehasonlítást mondjak, Liechtenstein, Luxemburg, Svájc, Izland, Norvégia, ezek a legjobb vásárlóerővel rendelkező országok, és bizony a Liechtenstein és Luxemburg vásárlóerejük majdnem tízszerese, sőt több mint tízszerese a magyarénak. Tehát ott 62-63 ezer euró az egy lakosra jutó pénzösszeg, tehát ezzel mi még nagyon le vagyunk maradva. A 30 mért ország közül mi a 21. helyen vagyunk, tehát az utolsó harmadában vagyunk a vásárlóerőt tekintve. De ez a 10%-os növekedés, ami ez 2015-16-ra vonatkozik, ez 5500-ról emelkedett 6200 euróra, ez jelentős az Európai Unióban a legnagyobb növekedés. Csak hát még alacsonyabb szintről indulunk, de ha a GDP növekedés ilyen mértékű lesz, és a jövedelmek is emelkednek, akkor minden bizonnyal a vásárlóerőben legalább a középmezőnybe elhelyezkedhet Magyarország. No, tehát ebben a vásárlóerőben a reálbéreken kívül ugye minden olyan jövedelem, ami az egyénnél, a személynél marad, beletartozik, vagy beleszámít, akkor az adókedvezmények, az adózási rendszerünk hogyan hatott mindenre? Természetesen nagy hatása van, hiszen ott, ahol kedvezőbbé válik az adózás, bármilyen területen, legyenek ezek a járulékok, vagy az áfa körtekintve, ha ezek csökkennek, kedvezőbbé válnak, akkor több pénz marad a lakosságnál, tehát a vásárlóerő az egy kedvező helyzetbe kerül. Én azt mondom, hogy különösen az utóbbi időben az áfa csökkentések játszhattak nagy szerepet abban, hogy erősödött a vásárlóerő, mivel az árak így módon csökkentek, bár ez is nagyon bonyolult dolog, hogy csökkentik az áfát, de ha egy évre visszamegyünk, akkor nem biztos, hogy az árak csökkentek, mert a gyártók azok érvényesítették tulajdonképpen ezt a kedvezményt a saját költségeik javításában, tehát emelték a nettó árat, és változatlanul maradt a bruttó ár, hiába csökkent az áfa. Pedig most több olyan alapvető élelmiszerbe kerülhet jövőre is az áfa körbe, az áfa csökkentés körébe, amit már ugye tavaly elkezdtek.
A hústermékek esetében. Így van. Hát én a hústermékeknél egyet láttam, bár nem vagyok egy nagy vásárló, hogy ha tarját vagy karajt vásárol az ember, hiába csökkent az áfatartalom, ugyanannyiba kerül, mint egy évvel ezelőtt. Tehát ez az, amire utaltam, hogy a gyártók, a termelők azok emelik az árakat. Persze annak is sok összetevője van, az energia helyzet. A bérköltségek, ha emelkednek, tehát ez egy ilyen oda-vissza, egy mókus kerék, hogy jobb a gyártó, a termelők megpróbálják emelni a béreket, de ezzel a költségeiket növelik. Tehát ezek pedig kihatással vannak a termékek áraira. Úgyhogy nehéz ebben igazságot teremteni, de különösen a kisközépvállalkozók azok, amelyek hát nagyon neuralgikusan reagálnak a béremelkedésekre. Tehát egy-egy kis vállalkozás nem tudja elviselni, nem bírja el, hogy emelkedjenek a bérek jelentősen. Mert akkor annak még a járulékai emelkednek, tehát egyre nagyobb teher nehezedik rájuk. Lehetne még olyan alapvető élelmiszerekről szó, ahol áfát lehetne csökkenteni? Hát én azt mondom, hogy az alapvető élelmiszereknél kívánatos lenne, és kívánatos lenne olyan termékeknél, amelyek egészséges táplálkozáshoz hozzátartoznak. De hát pont, mivel pont ezeknek a termékeknek a legmagasabb az ára. Tehát beszélünk arról, hogy egészségesen táplálkozzanak, na de olyan áraik vannak azoknak a termékeknek, amelyekhez, ezen termékekhez sokan nem jutnak hozzá. Úgyhogy van egy jó néhány autógyártásban is vannak olyan termékek, ahol jelentősen csökkentik, vagy csökkenthetik, például az elektromos vagy a hibrid autóknál, mert ez szintén a gazdaságban a hibrid autók, az elektromos autók megjelenése és belépése a forgalomba a környezetvédelmi károkat csökkenti, tehát a környezetvédelmi beruházásokat ezáltal megkíméli, csökkenteni lehet. Még egy nagyon gyors kérdés, hiszen a bevezető anyag arról is szólt, hogy az év végéig még a kereskedelmi forgalomban lehet egy nagy hajrá, és ez a 10 000 milliárd forintos forgalom az év végéig, akár ez egy reális szám lehet-e? Hát ezt nehéz nagyon nehéz megmondani, mert ugye nem tudjuk a vásárlók szándékát, tehát nem tudjuk, nem ismerjük, hogy milyen rohamra készülnek. Minden bizonnyal a lakosság azért tartalékol, és az ünnepekre mindig megtelnek az áruházak, sorban állások vannak, úgyhogy még Szabolcs megyében is, ahol sajnos a mi megyénk a vásárló erőt tekintve a leggyengébb megye, itt is óriási vásárlási láz várható. Úgyhogy én nem lennék meglepődve, hogyha csúcsokat döntenének. Tanár úr, köszönjük szépen!